Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. A mai napi finomság egy rongyos kifli, csokoládés rongyos kifli. Aki ismeri, azt tudja, milyen finom. Egyébként ennek létezik a sós változata, és a sós változaton is belül lehet még tölteni a kis békönnel, sonkával, sajtal, megszólni, tehát többféle megoldás létezik. Mi egy picivel jobban szeretjük a, hát de ezt is olyan értelemben mondom inkább nektek, amikor van a sós időszak, tudjátok, sósat kell sütni, amikor az ember kiéhezik az édesre, akkor jön a csokoládé és rongyos kifli. Na, mutatom nektek az alapanyagokat, és sokszor szoktam volt nektek mostanában említeni a kopaszdeszka szindrómát, nem véletlen, hiszen megpróbálok tényleg olyan recepteket felvonultatni, megmutatni nektek, kevés alapanyagból egy nagyon finom étel szülessen, hát itt ebben az esetben is így fog történni, és láthatjátok, kezdjük mondjuk innen, csokoládét láthattok, ez lényegében egy csokoládé forgács, úgy kell elkészíteni, de több videóban megmutattam, egyszerűen fogtok egy kis kést, elkezditek hántolni a csokoládét, ilyen pici forgácsok születnek, vagy éppen fogtok egy uborkagyalut, és egyszer legyaluljátok a kemény csokoládét, ennyi az egész, ez étcsokoládé. Mi sokkal jobban szeretjük. 2 darab tojást láthattok, kefir. Kefir gyanánt elmondva, akinek nincs kefir, jó a joghurt. Akinek nincs joghurt, se kefir otthon, egy pici lazított tejfőlel is tud dolgozni. Kristálycukor, élesztő, vaj, puha vaj. A puha vajnak majd fontos szerepe van. Tejet láthattok, lisztet, sót, kezi, csokolom, birodalmi lépegető. Ezzel fogunk dolgozni, el is kezdjük a receptet. Lényegében sok-sok receptnél bemutatva a tejet meg fogom kicsit langyítani, beleszórom az élesztőt, egy pici cukrot, megy a liszt a tetejére, hogy tudjon kapaszkodni az élesztő, tudjátok, 3 perc alatt fölfut, már készülhet is a tészta. Az előzőekben elmondottak alapján nagyon gyorsan fölfutatom az élesztőt. Itt egyetlen egy dolog van, ami még nagyon fontos és érdemes betartani. Tudjátok, számtalanszor elmondtam, nem szabad fölforralni a tejet, nem szabad, hogy tűzforró legyen, hiszen kinyírjátok azonnal az élesztőt. Na, egyszer megfogom, belepotyogtatom az összemorzsolt élesztőt, hozok egy pici cukrot magammal, összességében ennyi, egy teáskanálnyi, elkezdem szépen összekeverni, nem kell teljesen eldolgozni, kidolgozni, egyszerűen ennyi az egész. Lekocogtatjuk, és hozok éppen egy nagyon-nagyon pici lisztet a tetejére, ennyi az egész. Hozom a piroskás ruhámat, kis kockás abroszomat, ráterítem, kb. Egy 3-4 perc alatt maximálisan föl fog futni, arra oda kell figyelni, hosszú távra ne menjetek el, hiszen jön az élesztő, föltapad a ruhára, hát a senkinek nem jó, vagy a legrosszabb esetben egyszer elkezd kifolyni a deszkára, tehát érdemes ezt a 2-3 percet a közelébe tölteni. Mint látjátok, gyönyörű szépen fölfutott az élesztő, enyhén ilyen kis kocsonyás az állag, na de ez természetes folyamat. És látjátok, időben lekaptam a kis ruhámat is róla, erről beszéltem, ne tapadjon föl rá, hát a legrosszabb esetben ne fusson le a deszkára. Jöhet a tészta összeállítása, kiemeltem a keverőtálat, beleteszem a lisztet, beleteszem az 1 darab tojást, jöhet a kristálycukor, hozok egy kanalat, az élesztőhöz egyszerűen belepottyantom, és természetesen minden cseppje kincs című rovat következik, alaposan kitakarítom a poharat, ennek is nagy jelentősége van, jöhet a kefir, vagy éppen a joghurt, amit használtok, teljesen mindegy, a sót és a vajat nem teszem hozzá, pontosabban a sót körülbelül egy olyan 30-40 másodperc múlva fogom hozzátenni, miután majd leállítom a gépet, elindítom legelsőképpen, 30-40 másodpercet megy a gép, utána belepöttyintek egy ilyen szokiféle dundiújas mennyiséget, és kb. Egy olyan 4-5 perc alatt kidolgozzuk a tésztát. És ehhez mindenféleképpen be is kéne dugni a gépet, ezt általában ugye el is szoktam felejteni, na hagyj szóljon! Indul a gép. Körülbelül fél perc elteltével épp, hogy összeállt a tészta, megfogok egyetlen egy csipet sót, beleszórom a tál aljába, kezi csókolom, mehet tovább a gép, lényegében, mint említettem, 3-4-5 perc, gyönyörű szépen sejmesen kidolgozzuk a tésztát. Elkészült a tészta, mutatom nektek.
levesszük a szerszámot, és nézzétek meg ezt a csodálatos sejmes tésztát. Igazán ez egy 4-5 perc alatt született meg, nem kell tovább dagasztani, egyszerűen ennyi volt az egész. Leveszem a szerszámról a tésztát, a kanálról, és egyszerűen pár mozdulattal, és itt nem is kell lisztezni semmit, át fogom gyúrni. Egy nagyon-nagyon pici gombócot fogok képezni. Látjátok, ide hoztam egy tálat, egy üvegtálat, egyszerűen bele fogom pottyantani, alatta egy nagyon pici liszttel, és mint említettem volt, vagy ha még nem említettem volna, egy pár óra hosszára be fogom tenni a hűtőbe. A legjobb eljárás, amikor egyetlen egy éjszakát bentölt, na de így is egy csodálatos kis rongyos kifli fog születni, ennyi az egész, megvan a pici kis gombóckánk, jöhet egy pici liszt a tál aljába, belepotyogtatom, jöhet a tetejére is egy pici, hozom a zsugorfóliát, a frissen tartó fóliát, kezit csókolom, pár óra múlva találkozunk, és mutatom nektek a lényeget. Kijött a tészta a hűtőből, körülbelül egy olyan 4 óra hosszát adtunk neki, és nézzétek meg, gyönyörű szépen elkezdte föltolni a fóliát, hát nem csoda, tényleg közlekedik a tészta, él a tészta, ez azt jelenti. Lebontjuk róla a fóliát, és látjátok, attól függetlenül picit belisztesztem, egy nagyon picit ráragadt, na de ezen nagyon gyorsan segítünk, egy pillanat alatt visszaszedem a tálba, ennyi az egész, és éppen-éppen ismételten belisztezem a kezemet, és nagyon óvattyával elkezdem kiszedni belőle, és természetesen itt a nyújtótáblán egy nagyon-nagyon picit át fogom még dolgozni, és miután ezzel megvagyok, 8 részre el fogom osztani, ez pillanatok alatt megvan. Körülbelül egyetlen egy percig át fogom gyúrni ezt a kis gombóckát. Egy picit foglalkoztunk a tésztával, és ismételten látjátok, egy gyönyörű kis gombócot alakítottam ki, hozok egy tésztavágót, és képzeletbeli felezést csinálok, de nyugodtan egyébként lehet mérleget is hozni. Az egyik felét félreteszem, és a másik feléből összeszedjük a tésztát, a másik feléből egyszerűen elkezdek kialakítani egy hurkagyurkát, ami nagyon-nagyon gyorsan megvan. Négy fele el fogom vágni, és lényegében 2x4 darab pici gombócot készítek, amit alaposan ki fogok nyújtani. Na, jöjjön a felezés! Itt is megteszem, ezeket félreteszem, és jöhet az első kis virgolás, ilyen pici kis gombócokat gyártok. Lényegében itt az a cél, hogy szépen egyenletesen álljon össze a tészta, de mutatom azonnal nektek. Pár másodperc, és nézzétek meg, megszületett a gombócka, gyönyörű, szép, egyenletes, félreteszem, jöhet a következő. És így megyek sorba. Ebben a pillanatban megvan az utolsó kis gombockán, nézzétek meg, és ugye mindig a legrégebbivel kezdünk, tehát amivel legelőször kezdtem, azzal kezdem a nyújtást is. Ide jöhet egy nagyon pici liszt alá, és éppen egy picika a tetejére el fogom lapítani, és lényegében a nyújtófával, amilyen kicsire, amilyen vékonyra tudjátok, nyújtsátok ki, ez körülbelül egyetlen 1-2 mm összességében. Amikor ezt megtettem, le fogom söpölni a maradék lisztet róla, és jöhet a vajjal való megkenés. Lisztezzetek, ha úgy gondoljátok, ha úgy érzitek, hogy ragad a tészta, bátran be lehet lisztezni. Meg is vagyunk az első lapnak a kinyújtásával, és mutatom nektek a vastagságot, tehát szép, hajszál vékony az egész, éppen, hogy majdnem leragad, de mégse, és nem szabad túl sok lisztet se oda tenni, ez is nagyon fontos. Na, egy nagyon picit le lehet söpölni a tetejét, hozom a puha vajat, és ezt is nyilvánvaló 8 részre el fogom osztani, szépen, de alaposan be fogom kenni, úgyhogy mindenhol teljes mértékben fedje a vaj. Egyébként lehet hideg vajjal is dolgozni, ott azért ennyire szépen egyenletesen nem lehet eloszlatni a vajat. Ennyi az egész. Egyszerűen félre fogom tenni egy mozdulattal, ide félre pakoljuk, és jöhet a következő nyújtás. Lényegében 8-szor így megyünk egymásra, miután teljesen megvagyok, a felsőt már nem kenem le vajjal, és újra jöhet egy nyújtás. Megvagyunk az utolsó lap nyújtásával, pontosabban
csak egy kis trükköt átadva, szándékosan nem nyújtottam teljesen vékonyra, na de már hamarosan ott lettem volna. Itt az a lényeg, és aki nagyon fél attól, hogy itt elszakad a tészta, egyszer ráteszi a vajra, és látjátok, van mit húzni rajta, egyszer megfogja, és minden szélre egyszerűen pár mozdulattal gyönyörű szépen ki lehet húzni, hiszen a vaj teljesen fog, tehát aki úgy gondolja, nem teljesen kinyújtva, így rátéve, de látjátok, gyönyörű szépen rá lehet húzni a többi rétegre. Egyébként az előbb rosszul mondtam, hát hetet kenünk, nem nyolcat nyilván, mert a teteje nincsen bekenve. Jöhet egy pici liszt, megemelem ezt a szép kis tömeget, és ismételten jöhet egy nagyon pici nyújtás, pontosabban jó vékonyra ismételten ki fogom nyújtani, így már rétegezve. Ez ismételten összességében egyetlen egy perc, itt viszont tényleg fontos, lisztezzétek, semmiféleképpen ne ragadjon le, lehet alá és fölé is tenni bátran. Egyébként, ha itt megálltok, akkor egy gyönyörű szép vajas rongyos kiflit kaptok, vagy éppen ha sajttal szórjátok közötte, akkor egy sajtos kiflit. Lassan meg vagyok a nyújtással, és nézzétek meg, nagyon-nagyon szép, egy igen bőséges kereklapot hoztunk ki, ez is nagyon fontos, tehát ahogy tudjátok, nyújtsátok ki, és néha lehet lisztezni bátran, hogy minél jobban tudjatok dolgozni. Na, ennyi az egész. Amikor esetleg egy kicsit megfeszül a tészta, tudjátok, lehet egy picit feszteleníteni, egy kicsit megszellőztetni, és miután megtettétek, bátran ismét át lehet menni rajta, el fog lazulni a tészta. Mutatom nektek, nagyon-nagyon szép, és itt azt hiszem be is fejeztem, hát mértanilag nagyjából a kör alakot így el is értük. Kicsi igazítás, kezit csókolom, jöhet a szabdalás. Hoztam egy pizzavágót, és így nagyjából a szemeimet egy kicsit megerőltetve elkezdem felszeletelni. Itt egy picit rámegyünk, még tökéletes, és 8 darabba fogom osztani. Na, hát ez nem lett a legszebb, de nem számít. Így teljesen tökéletes, hozom a csokoládét. Egy nagyon-nagyon picit itt be fogom vágni a hajtások miatt. Majd ezt megteszem ezekkel is gyorsan. És mutatom nektek a lényeget, jöhet bele a bőséges csokoládé. Hát ugye ez a csoki, ami le van reszelve, ez 8 fele el kell, hogy menjen becsülettel. Elkezdem összehajtani, és itt a végét egy nagyon-nagyon picit elkezdem meghúzni. És így egy gyönyörűséges kifli fog születni. A hajtásos rész az mindenképpen alulra kerüljön. Na, mutatom nektek így szemből. Ilyen lesz egy kifli, egy rongyos kifli. Ami csokit lehull, azt össze lehet szedni, és a következőbe fel lehet használni. Hamarosan megy a sütőlemezre. Egy nagyon picit, pontosabban az a nagyon pici, egy 30-40 percig keleztem, még tojás nélkül. Utána lekenem tojással, és miközben felfűt a sütő, addig kell tojással, már ruha nélkül. Ennyi az egész. És nézzétek meg, roppanód egyszerű, tehát bárki el tudja készíteni, itt a második szépség. Mutatom, ha teljesen elkészültünk. Jöhet a rongyos kiflik megkenése, lekenése, összességében egy darab kisebb tojást használok, amit éppen a manipulátorral egy nagyon picit fölvertem, nem kell habosa, és látjátok, gyönyörű szépen megkeltek a kiflik, arra kell ebbe az esetben odafigyelni, hogy nagyon finoman, gyengéden, tehát ne rányomva a kenőecsetet, úgy kenjétek meg, hiszen akkor a tészta összenyomódna. Ennyi az egész, megkenjük, és lényegében bekapcsoltam a sütőt, amint fölmelegszik, tesszük be, és mutatom nektek nyilván a végeredményt. Rongyos kiflik maximálisan előkészítve, megkenve a tojással. Most itt még egyetlen egy szó is említettem, egy darab tojást használtam. Na most, azt az egy darab tojást, ha nem tudjátok elhasználni, megkenitek legelőször, vártok 2-3 percet, elkezd szikkadni rajta a tojás, száradni, és nyugodtan még egyszer át lehet menni rajta. Ez nagyon fontos, a tojást nem kell kidobni.
Következő sütés, 180 fok alsó-felső sütéssel dolgozunk. Lényegében a légkeverés nem annyira ajánlanám, hiszen kívülről lehet, hogy nagyon gyorsan megégne, vagy színt kapna, és belül nem teljesen sülne át. Tehát lényegében ennyi középső polt, 180 fok alsó-felső sütés. Teszem be, természetesen mutatjuk nektek a végeredményt, csodálatosak lettek. Nézzétek meg, gyönyörű szépen megkeltek. Elkészült a rongyos kifli, mutatom nektek ezeket a szépségeket, hát nem is kéne semmit hozzáfűznöm. Gyönyörűek lettek, nagyon-nagyon szépen megsültek, és látni, hogy még egy kicsit megnőtek. Na, ilyenkor jön a kérem a szíves türelmeteket, és főleg a családtól. Körülbelül hagyjuk egy 10 percig pihenni, és természetesen utána már kitálalva meg fogom mutatni nektek, széttépjük, megkóstoljuk, hogy ti is lássátok, hogy nektek milyen lesz, amikor elkészül. Na, én azt mondom, ebben az esetben is érdemes elkészíteni. Egy nagyon-nagyon finom dolog, akár hétköznapra, hétvégére kis tej, kakaó, STB mellé, egy pompás kis édesség. Na, azonnal mutatjuk a belsejét. Mutatjuk nektek már a komplettó végeredményt kitálalva, és összességében 3 perc türelmet kértem a családtól. Mindenki nyugodjon meg, mindjárt neki lehet látni, és szerintem nem csak nálunk, hanem nálatok is pont így van ez a dolog. Amikor készül egy finom sütemény, és teljesen mindegy, mi volt az ebéd, hát ez csúszni fog utána. Nálunk egyébként székelykáposzta volt, pólót is váltottam, és tovább nem is ragozom, jól lehettem magam. Na, de ami itt a lényeg, mutatom nektek a kész termékeket, gyönyörűségesen megsültek, 8 darab szép rongyos kifli, és ugye itt a rongyos kiflire kitérve, itt nem is az a szabály, nem is az a megszokott, hogy egy szabályos croissant kapjunk, hát ezért is rongyos a külseje és a belseje miatt is. Tehát itt a szabályosságot ne nézzétek, ennek így kell kinézni, ahogy most látjátok. Próbáljátok ki, süssétek meg, sütési időre kitérve, azt nem mondtam még nektek. Ezekbe a 8 darabos mennyiségekbe általában, és sütőtől függ, tehát mindig elmondom, hogy kinek milyen sütője van, nagyon fontos, valakinek előbb, valakinek kicsit később, sőt, valakinek féloldalasan süt a sütő. Na, nem akarom ragozni, körülbelül egy 20, de maximum 22 perc alatt ilyen gyönyörű szépen megsül. Nyilván, ha duplázzátok a mennyiséget, vagy akár kisebb rongyos kiflik készülnek el, kisebb croissantok, mondhatom így is, akkor abban az esetben akár, tehát ilyen fél mennyiségről beszélek felezetten, akár egy ilyen 15 és 18 perc alatt maximálisan megsül. Még egy ötlet, és nem tartalak föl benneteket, mint említettem nektek, hideg reszelt vajjal is el lehet készíteni, úgy is ki lehet lapítani, tehát ki lehet nyújtani a tésztát, és erre külön kitérve, akár meg lehet egy nappal előtte formázni magát ezeket az alakzatokat, és úgy már megformázottan, kivéve másnap, megkenni tojással, és viszont hideg sütőbe indítva, így meg tudjátok sütni, ez is nagyon fontos, ha valaki egy kicsit előre szeretne dolgozni, de így magába a tésztát is be lehet tenni a hűtőbe, másnap nyújtani, és a többit már tudjátok. Na, fölveszem a kukkát, hogy én is lássam a lényeget, mert hát ez a lényeg, szakítunk egyet, és mutatom nektek a belsejét, hát nem is kéne sokat mondanom ebben az esetben, nézzétek meg, teljesen leveles, gyönyörű, és ripi-ropi az egész, ide teszem, a mikrofonhoz nézzétek meg, egy csodálatos és foszlós tésztát kaptunk, na, hát nálunk ez a rongyos kifli, érdemes kipróbálni, és én most ebben az esetben ismételten meg is teszem, ahogy szoktam, el is búcsúzom, vigyázzatok magatokra, próbáljátok ki ezt a finomságot, higgyétek el, nem fogtok csalódni benne, szavaztok, jó egészséget! Fantasztikus, érdemes kipróbálnotok. Csodálatos, szavaztok.